Érted? Én nem félek a kamerától. Látod, ilyen mosolygós kis. Nem csak a kamerától, a doktorbácsitól sem fél ez a kisfiú. Annál inkább tarthat a szülő az ősszel fertőző vírusoktól és baktériumoktól. Dr. Újhelyi János házi gyermekorvos azt mondja, a szokásosnál is körültekintőben figyeljék idén gyermekeiket a szülők. Amit a szülők tehetnek, azok az elsősorban, hogy tekintettel arra, hogy ez a légúti vírus, meg még a Covid is jelen van, kicsit óvatosabbak legyenek a minden korábbi helyzettől, a beteg gyermeket ne vigyék közösségbe, a nyilvánvaló, a lázasról nem is beszélve, gyakran legyenek friss levegőn a gyermekek, amikor otthon csak tehetik, legalább C-vitamin és a D-vitamin ellátással lássák el a gyermekeket, és a folyadékellátás is nagyon-nagyon fontos. Ugye a többi kérdés, amikor már akut betegségi tünetek vannak, az orvosi kompetencia. A lényeg az, hogy ugyanolyan szigorúság kellene, mint a Covid-nak a felszálló ágába, hisz maga még a Covid is nagyon sok megbetegedést vált ki, csak a szűrés nem olyan gyakori, mint korábban, de mi szinte minden nap találkozunk ezzel, és hát ami miatt óckodunk, az, hogy a várhatóan nagyszámú influenza vírusos fertőzés és a Covid együttesen ne okozzon katasztrofális következményt. Tehát ehhez ugye az kell, hogy egészségesek legyenek a gyerekek, ha csak lehet, akkor egymás ne fertőzzék. Állandó szülői dilemma, hogy milyen esetben lehet vinni bölcsődébe, óvodába vagy iskolába a gyermeket, és mikor kell otthon tartani. Vannak olyan jelek, amelyeket figyelembe kell venni a szülőknek. Amikor a bágyat, hány hőemelkedése van, talán még nincs láza, akkor nem kell megvárni, hogy az óvodából szóljanak 10 órakor, mert 8-kor oda vitte a szülő, hogy jöjjön a lázas gyerekéért. Tehát ugye az óvatosságot a Covid erősítette, mert ki volt adva az intézményeknek, hogy csak abszolút egészséges gyermekek mehetnek, hogy a Covid gyanú fel se vetődjön. Én azt mondom, hogy ha az orvos jó kapcsolatot tart, hisz minden gyermekorvosnak vannak óvodai kapcsolatai, és megbeszélik, hogy mik azok a nagyon banális tünetek, ami miatt még mehet, akkor nincs az a kényszer, nincs az a félelem az óvónőkbe, hogy most ők bevesznek esetleg véletlenül beteg gyermeket. Tehát a beteg gyermek ne menjen közösségbe, de azért, hogy elcsöppenti az orrát, vagy elköhinti magát, az még nem azt jelenti, hogy fertőz, hisz van egy csomó másfajta légúti betegség, gondoljunk itt az allergiára, az aszmára, azok köhögnek állandóan, hát jó néznénk ki, hogyha ezek mind otthon maradnának. A Covid új variánsa és az influenza ellen is lehet oltást kérni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.